alakítsuk át a magyar pedagógiai közgondolkodást a családjainkban és az intézményeinkben. Ezt a célt fogalmazta meg a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola azzal, hogy az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával közös képzésben 2024. szeptemberétől elindítja az organikus pedagógia, keresztény értékrendű, érzelmi intelligenciára alapozó szakirányú továbbképzést. Az oktatást Uzsaliné Pécsi Rita neveléskutató vezeti. Iránytűként működik, vagy egy szemüvegként. Ott felteszem a szemüveget, mindjárt élesebben látom. Látom azt a problémát, hogy aha, arra kell elindulni, vagy amarra. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy megmutatja azt, hogy aha, arra van az élet növekedésének az iránya, mit tudok ehhez mozgósítani. Hogy tényleg fontos a bizalom, tényleg fontos a kötődés, tényleg fontos az érzelmi intelligencia, és nem csak az IQ. Tényleg jó a belső motivációval inkább dolgozni, és nem mindig a külső teljesítményekre hajtani, és ezek, az ember érzi ezt. Ezért mondom, hogy nem kifejezetten egy módszerről van szó, hanem egy ilyen iránytűről, egy ilyen szemüvegről, egy szemléletmódról, és egy rendszerről. Tehát amit úgy azt gondolom, hogy nagyon szépen át lehet fogni egy év alatt. A képzés ideje 2,5 év. Az oktatás csak szombati napokat érint, fél évenként 6 alkalommal. A pedagógusoknak, a közoktatásban, köznevelésben dolgozóknak a képzés 120 kreditet jelent. De nem csak a felsőoktatásból várják az érdeklődőket. Óralátogatóként bárki részt vehet a képzésen. Bővebb információ a szentatanász.hu oldalon érhető el, jelentkezni pedig augusztus 31-ig lehet.